Jó estét kívánok minden kedves vendégünknek. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek az élő folyóiratestre, amelynek Tornai József Magyarul virágzófa című nemrég megjelent verses kötetének a bemutatója a tárgya. A mai estén, amely az élő folyóirat sorozatban az 5. évfolyamnak a 4. estje, ez a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának az irodalmi rendezvénysorozata. Ennek a szereplői lesznek, hadd mutassam be Jánosi Zoltán, irodalomtörténész, József Attila díjas egyetemi tanárt, hadd mutassam be Bálint Márta, Kossuth díjas színművészt, és Szabó András, Madács díjas előadó művészt. Zenei közreműködőink pedig Nagy Márta zongora művész, és Kálai Katalin furaja művész. Az előadás természetesen Tornai József költészetéről szól majd, amivel kezdjük az estet, és Jánosi Zoltán szavait halljuk majd, utána versblokk következik, utána egy kicsi zenét hallgatunk, és ehhez pár szót fog majd hozzáfűzni Nagy Márta. Aztán ismét Jánosi Zoltán verses kötet elemző szavai következnek, ismét a könyvnek egy szép vers összeállítása, és a végét zenével zárjuk. El kell mondanom, hogy a vers összeállításokat a költő Tornai József és Rátkai Ildikó készítette. Ez a két blokk ennek a könyvnek az általuk kiemelt lényeges verseit, nagy verseket tartalmaznak, és ehhez fogja majd gondolatait hozzáfűzni a kötet jó ismerője, Jánosi Zoltán professzor úr. Kérem is őt rögtön ehhez a pulpitoshoz, és még annyit hozzáteszek, hogy a gondolatkiadó által megjelentetett szép kis kötet kedvezményesen majd az est végén megvásárolható lesz. Még egyszer köszönöm a figyelmüket. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek. Hogy is szokták ezt manapság mondani? Sokan voltunk, sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen. De mégis elegen vagyunk, így folytatom, hiszen Berzsenyivel szólva nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Isten éltesse Tornai Józsefet. Itt van, látják ezt a vékony könyvecskét, de hogy mindjárt elébe menjek a mondandónak, Pilinszky János azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy hányat csap a szárnyával a madár, hanem hogy repüljön. Ez a könyv vékony könyv, kicsike könyv, de hát egy 90 fölötti ember írta ezeket a verseket. És a teljes életmű, hát én nem számoltam még össze darabszámra a verseket, de egyszer már lemértem mérlegen, mert lemértem a József Attila összest is, és ez a magyar lírában is egy tetemes mennyiségű és szellemi súlyú alkotás is. Magyarul virágzó fa. Ez a sor, mintha egy nagyon régi, egy pentaton magyar népdalból, vagy egy balladából lépne elő. Magyarul virágzó fa. Mióta virágzik magyarul ez a fa, és vajon miért adta Tornai József ennek a remélem nem utolsó kötetének, hiszen tudom, hogy még most is ír, a címéül ezt a sort, magyarul virágzó fa. Mióta virágzik? Menjünk vissza az ős magyar korba, menjünk vissza az elő magyar korba. Oda is vissza mehetünk, mert Tornai József lírájában találunk majd erre utalásokat. De hát az írott irodalmunk az az ómagyar korban kezdődik, és az ómagyar Mária síralom, a halotti beszéd és egy sereg más mű leíratott. Aztán később leírattak más szövegek is. Olyan szövegek, amelyeket szintén használ a műveiben Tornai József, amelyeket nagyon későn írtak rá, mert a szájhagyományban maradt meg. De visszavezetnek bennünket valahova az Urába, a sztyeppékre, a finnugor vagy az ugor őshazába, hiszen a népdalok, a népballadák, a ráolvasások,
a halastóállás, a regölések, Tardos Keddi Szerencse Benedeknének az elmondott ráolvasás szövegei, Bornemisza Péter ördögi kísérteteiben, ezek is magyarul szólnak. Hogyan szemléli egy belevaló és valamire való magyar költő a magyar kultúrát és az irodalmi kultúrát is? Kormos István mondta valamikor azokat a gondolatokat, hogy Magyarországnak, különösen a trianoni békediktátum után nincsenek Himalája méretű hegyei, de a költészetünk az igenis az. Nos, ha rápillantunk Tornai József életművére, akkor ezt a teljes tömeget, ami időben visszafelé több száz, több ezer év integrálja a költészetébe, tovább folytatja és átörökíti annak legjobb hajtásait, nyilván továbbadva a maga tehetségéből is a költői képeket, a megfogalmazásokat és a teljes korát, hogy továbbra is virágozzék ez a fa. A magyar költészetnek ilyen fajta összegzését, ami kiolvasható Tornai József egész életművéből, és ebből a picike kötetből is, hiszen a csebben is ott van a tenger, én egyetlen egy magyar alkotónak a művében láttam még nagyon koncentráltan. Radkó Józsefnek hívták, ismerték egymást Tornai Józseffel, írtak egymáshoz verset, nagyon sokszor meglátogatta Tornai József Radkó Józsefet Nagykállóban. Ez a műve Radkónak a Segítsd a király című drámája, amiben az előmagyar, ómagyar ráolvasás töredékeket egybegyúrta József Attilával, Vörös Martival, a teljes magyar költészet történetének íve benne van a dráma nyelvében, és idézem az egyik kritikusát, Novák Máriát, a fűrészpor stílus rémuralmában visszaadta a költői szónak, mert ez a dráma, drámai jambusokban szól, a költői szónak a hitét, a becsületét és a történettudatát. Tornai József egész életműve és ez a kötete is ugyanezt közvetíti számunkra. És akkor most hadd legyek egy picit személyes. Tornai József. 1970-es években én Edelényben éltem, Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a borsodi részén, ott van a borsodi földvár. Igen ám, de fölfelé a Bódva-patak mentén, amely a világ egyik legszebb tája, fölfelé a forrás elvezet egészen Torna megyébe, amely ma már ugye Szlovákiában van, akkor az én időmben még Csehszlovákiában volt, minden esetre nem volt magyar terület, viszont járattam a szép verseket, mindig olvastam, megvásároltam. És amikor rábukkantam Tornai Józsefnek a verseire, akkor azonnal felfigyeltem, hogy hát ezt a költőt nekem el kell olvastam, hiszen már a neve alapján is rokonnak éreztem. És bizony, ahogy belepillantottam az akkor megjelent versekbe, Veres Péter énekek. Hát ki az, aki a posztmodern kor nyitányában Veres Péter parasztíróról egy valóságos, tömörített lírai eposzt fogalmaz meg. Azután azt a versét is itt olvastam először, ami később a megjelent gyűjteményes kötetének a címe lett, és majd az is eszembe fog rövidesen jutni. A virágos föld titkai ennek a műnek a címe. A szellemi találkozást utána követte egy személyes találkozás. Miskolcon a Miskolci Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola mindig szervezett konferenciákat. Évente egyet doktoranduszoknak. És Juhász Ferenc, Fejes Endre és mások mellett, Nagy Gáspár mellett az egyiknek a meghívottja Tornai József volt. Ez a konferencia Nyíregyházán volt, akkor találkoztunk először. Nagyon sokat beszélgettünk, és utána barátság szövődött közöttünk. Így lehetett az, hogy néhány év múlva egy riportkönyv, egy vele történt riportkönyv jelent meg a Magyar Napló kiadónál, egy beszélgetés, amely számos versét is tartalmazta, amelyben igyekeztem a nyomára bukkanni Tornai József titkának.
Hogy mi ez a titok, azt ő sose fogja elárulni, de minden esetre megpróbáltuk egy cseppet körberajzolni. A harmadik találkozás pedig ez a már említett könyve volt, a gyűjteményes kötete, a Virágos Föld címei, Virágos Föld titkai című, amely a költő 90. születésnapjára jelent meg a Hitel kiadásában. Jelen voltam ezen az ünnepélyen, amelyen ezt a kötetet Tornai József átvette. Nagyon sokan szóltak hozzá. Értő kritikusok, irodalomtörténészek, művészek, barátok köszöntötték az alkotót. A legvégén kiállt a 90 éves Tornai József, és valamennyiünket zsebre tett a megszólalása tömörségével, tisztaságával és mélységével. A következőt, ezzel kezdte, emlékszem erre a mondatára. Gyermekkoromban olyan 11 néhány évesen kint álltam a Dunaharaszti fölötti dombon. Fölnéztem az égre, éjszaka volt, figyeltem a csillagokat, és nem tudtam, hogy miért vagyok itt. Egész életemben erre próbáltam rájönni, és nem tudom most sem. Nos, természetesen a teljes költészete a válasz erre, mert azért ott azt is megfogalmazta, ami benne van a verseiben, hogy az egyetlen dolog, amely, és ezt szeretettel köszöntöm a zeneművészeket és a versmondókat, és nekik is mondom, hogy az egyetlen dolog a világon, amivel ezt a titkot meg tudom közelíteni, az a művészet. Nincs más. Nem tudom másképpen megközelíteni. Nos, így alakult a találkozásom Tornai Józseffel, és nagyon-nagyon sokszor elgondolkodtam utána, és a vele való kapcsolatomban is, hogy milyen fiatalos, milyen remek gondolatai vannak még a napjainkban is. Nemrégiben készült egy film, és mindjárt abban a bolyban vagyok, ahonnan ő elindult, készül egy film Nagy Lászlóról. És hát tudjuk, hogy a fényes szellők, nem szelek, a fényes szellők nemzedékéhez tartozik Tornai József is, Juhász Ferenccel, Nagy Lászlóval, Kormos Istvánnal és másokkal együtt. És hol van már ez a nemzedék? Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ki emlékszik a személyiségükre, talán az idősebbek igen, hanem hogyan kezeli a mai irodalom a költészetüket, a verseiket. És akkor itt van Tornai József, 92 évesen. Számoljunk csak egy kicsit. Petőfi 26 éves korában halt meg, 3x26, 10-15 évvel már túlélte Petőfi Sándor életkorának a háromszorosát. Ilyen életkort a magyar irodalomban I. és Gyula sem élt ennyit. Vasadi Péter, Szalai Károly, Szutárszky Konrád, akit magyarnak is tekintünk, éltek meg, és bizonyára valamit tud, valami mélységet tud közölni az életkora révén is a jelen időnek. És akkor most felemelem ezt a karcsú kötetet. Mire keresi ebben a választ Tornai József? Nem kevesebbre, mint egész életművében. Mi az írás értelme? Mire való az irodalom? De tovább megy. Mire való az életünk? Miért élünk egyáltalán? Mi az életünk értelme? És mi az a kozmosz, mikro- és makrokozmosz, amiben mi mozgunk? Tele van filozófiai természetű megfigyelésekkel, meglátásokkal a verses kötete, hogyan a többi könyve is, hiszen azt kell mondjam, hogy akiket csak olvastam, filozófiai szempontból is az egyik legműveltebb magyar költő és író mind a mai napig. De nem csak a filozófiai műveltséget és az olvasottságot, meg a nyelvtudást hangsúlyoznám ki, hanem azt is szeretném elmondani róla, hogy a társművészetek sorra rendre megjelennek. Megjelenik a zeneművészet, a képzőművészet az alkotásaiban, természetesen a filozófia is, és még egyéb művészetek is. És ami még ebben a kötetében benne van, az a kora, az életkora,
az öregség, az ezzel járó gondolatrendszer, az ezzel járó világkép. És hogy befejezzem az előbb a Nagy László filmről mondani akart gondolatot, több kortárssal vagy ismerőssel készült felvétel, én ezt valamennyit végignéztem már, még csak a nyersvágásnál tartunk. Minden nyilatkozó szereplő közül a legpontosabb, a legvilágosabb, és a Nagy Lászlóra leginkább jellemző mondatokat Tornai József mondja el, méghozzá olyan magyar nyelven, hogy nem is nagyon kell belőle kivágni, nem kell igazítani benne. Jaj, hova tűntek éveim, életem, kiáltott föl a trubadúr német költő Vogelweid. És megjelenik ebben a kötetben, megjelennek a barátok, a szerelmek, és akkor itt hadd álljak meg egy pillanatra. A magyar szerelmi és erotikus költészet, pedig Babics ott azért lerakta az alapokat még akkor is, hogyha nem nagyon adták ki nagyon sokáig ezt a könyvét, nem lehetett hozzájutni, Tornai József tollán új lendületet kap. De nem csak a fiatal Tornai József, hanem az idős Tornai Józsefnél is az emlékeiben. És amikor leírja azt az egyik versében, hogy Istenem, akkor még csak olyan 86 éves volt, és egy író-olvasó találkozón találkozott a régi kedveseivel. És hát leírta, hogy hát mit is tudtam benne szeretni. Hát leírta, hogy hogyan változott az alakja, a fogsora, az arca, és így tovább, és így tovább. De ez sem bántóan, hanem az idő múlását próbálta valahogy megfogni és megállítani. A múlt, a barátok és a szerelmek. És természetesen az emlékezés. Az emlékezés a gyerekkorra, az emlékezés az édesanyjára, emlékezés Petőfi Sándorra, a magyar költők közül ebben a kötetében Pilinszky Jánosra, József Attilára, Csóri Sándorra, akikkel nagyon-nagyon jó barátságban volt. És a magyar nemzetre, a magyar nemzetről szóló gondolatok is benne vannak ebben a könyvben. Ezen kívül a tudomány, hiszen azt is el kell mondani, hogy a tudományos érdeklődése is hatalmas, hiszen a biológia, az asztrofizika, az atom szerkezete, onnan tudjuk, hogy érdekli és olvassa ezeket a szerzők, mert benne vannak a verseiben. Én nem fogok az előadó művészek munkájába belekontárkodni, ezért most szeretnék csak illusztrációként néhány versről szólni, ami benne van ebben a kötetben. Egyik sem az, ami előadásra kerül majd. A játékosságról. A Sashegyen lakik Tornai József, és egy ilyen című verset írt, hogy Sas a Sashegyen. Ahogy mondja, fiú közt kamasz koromban Sas volt a nevem, és már 50 éve itt élek, itt a Sashegyen. Sas a költő? Az lesz írása alapján, és ha múzsák is hevítik szerelmei ágyán. De a bárd e hiú ember üti írógépét, míg meg nem jön kísértete. A pontosság, a szépség. Ugye? A lira logika, de nem tudomány mégsem. És akkor a népdal. Hát erről majd a második blokkban beszélnék, de hát, hogy szerelmes verset írt a népdalhoz egy korábbi kötetében. Írt ilyesmit Orbán Ottó is, Nagy László is. Mert ugye azt mondják, hogy az éneket nem lehet megláncolni. Ezt Nagy László írta. Az ének, a dal, a népdal a legerősebb és legrejtelmesebb ellenállás mindenhol, ahol valamiféle zsarnoki hatalom működik. És akkor természetesen kiről ír népdalszerű verset? A 90 év fölötti Tornai József szerelmüknek, szerelmünknek. Összegyűltek, sej a mai lányok, sejhaj a minapi lányok, beszélgettek, sej, nagy nevet géltek, sejhaj, sose mennek férhez. Addig szép a lányok sorsa, sej, szabadon járnak, sejhaj, amíg szabadon járnak. És hát a Petőfi vers is itt van. Na most egy költőt nem csak a gondolatai minősítenek, hanem a költői tudása, a technikája is. Hát olyan bravúros rímet találtam itt a Szent Figy című versében, hogy engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Milyen a vers, és milyen a próza? Ez összegez a szétapróza. A próza és a szétapróza, és pontos,
Valami pontos megfigyelés is. Ha írni mersz, eldobhatod a szabját, halott a vers, ha megfejted a titkát. Fogd dalba így, és akkor megint kezdődik a szerelem, a szép múzsával aludtam, szent ez a frigy, hisz elájult karomban. Ugye Berzsenyi írja ilyet, hogy az én kedvesem az én karom között elalélt. Zseniális írás az írás értelméről. És akkor ott van, ezt nem olvasom fel, a kis dunai emlék. Visszaemlék, ugye indián volt, hát ott sátrazott rendszeresen a Dunának valamelyik szigetén, és akkor a kis dunai emlékébe leírja, hogy hogyan csókolózott egy lánya, amíg elúsztak ott valahova a társaktól. És ez annyira jelenvaló, hogy az ember tényleg hajlamos Tornai Józsefnek elhinni, hogy megállítható az idő. Hol voltatok? És mi elhallgattunk két szív nyomorúságát, elhallgattuk két szív nyomorúságát, aminek glóriájától évek óceánján túl is csak borzadok. Az emlék nem hal meg, az itt van. Aztán ott vannak az istenes versek, az Istenhez szóló versek is ebben a csoportban. A fiatalabb kori verseiben a kereszténység mellett vagy helyette inkább a távol-keleti vallások szerepeltek, buddhizmus és egyéb hitek. De a Kínzó oszlop című versében arról beszél, hogy az európai ember nagy baja, és közel az édenét akkor veszítette el, amikor a hitét veszítette el, és így lettek a virágzó gyönyörű zöld fákból kínzó oszlopok. Reméljük, hogy a magyarul virágzó fa az nem az. És akkor még utalnom kell az esszéire is, hiszen a költői tudat, az alkotói tudat az ugyanaz, amikor esszét ír, prózát ír, regényt ír, vagy pedig verset ír. Szóval Tornai József nagyon sokat töprengett az előző évtizedekben is azon, most is ezen töpreng, hogy kik vagyunk mi emberek. És jók vagyunk-e, megérdemeljük-e azt, amit kaptunk valakitől. És az egyik eszéjében azt írja le, hogy az ember egy fejlődés történeti zsákutca. Nem ebben az irányban kellett volna haladni, mert nem a gyilkolás felé kellett volna menni. És ebben itt is leírja a galaktikus végzetben, hogy az ember az rosszul sikerült. És ha tovább megyek még, nagyon röviden már csak, az édesanyja epigramma-szerű, gyönyörű versben val a hozzákötődő viszonyáról. És akkor végezetül azt szeretném még itt elmondani a témakörök között, nyilván ezek csak a nagyobb vonalakat jelenítik meg, hogy a jelenkori magyar történelem és a hosszú távú történelem is része Tornai József gondolkodásának. Tehát nem úgy figyeli a jelen időt, mint nagyon sok mai fiatal költő, hogy itt élek egy sávban, hanem teljességgel a mélyére néz, hogy amin vagyunk, ugyanaz, ami a költészetben az elődöknek az erőfeszítése, sokszor tragédiája, amin lépkedünk és próbálunk megmaradni. Miért nem fordul az út, már tudom, egyikre jön másik fájdalom, válasz múj pusztás miértre, Mohács tépett szemérem résére, van benne a Miért című költeményében. És nem véletlen, hogy a kötet vége felé helyezkedik el az a verse, a könyörgés versírásért, amelyből most nem idézek, de az egész életnek egy nagyon összegzett célját fogalmazza meg, fogja meg, hogy olyan módon, ahogy Nagy László a kiviszi át a Szerelmet című versébe, hogy ha életem végleg lemerült, akkor kiimád tücsök hegedűt, ha lemerül az életem, akkor kifolytatja a versírást. És kérem azt a nagy erőt, ami fölöttem van, vagy mellettem van, vagy éppen velem van, hogy adja meg a lehetőségét továbbra is a versírásnak. Röviden ennyit szerettem volna az első részben elmondani erről a magyarul virágzó fáról, amely ebben a kicsike kötetben is hatalmas lombot növesztett. És akkor átadnám a szót az előadó művészeknek.
Jó estét kívánok! És a semmi. Én Istenem, minek élek, ha a semmitől is félek? Száraz levél meg-megzörrenik, bennem a vér meghidegszik. Éj közepén úgy ébredek, mesztelen a halál követ. Napszájától, teli holtól, meg kell válnom hús magamtól. Óránként számolom, írhám, mikor leng a sírkeresztfán, és a semmi, amit hordtam, leszáll rólam iszonyomban. Én Istenem, mire vársz még, ha az időm csak ajándék, és amivé egyszer tettél, gyorsabban dobott szét egy percnél. Kínzó oszlop. Még Istennek hittük Istent, erdőt, paradicsomkertnek, létünk egyensúlyra billent. De aztán az égbe oszlott hívésünk, és lassan így lett minden zöld fa kínzó oszlop. Létszegénységünk. Az állatok halhatatlanok, semmit sem tudván az időről. Koponyájuk malomköve nem forog, nincs személyük, ki percet percre őről. Az emberi a dicsőség, a rontás, hogy múlik, hullik benne minden. Napunk ezért koporsó szögmintás, hisz halál rózsanő eszes kertjeinkben. Oly szomorú vagyok, amely vidám az Isten, a kozmosz törvény, az erő, a bölcsesség, hogy bármit akar, újra megteremtsen, egybeszögelve az ember napját, estjét. Nekünk nincs módunk, hogy a semmi mögé lépjünk, mintha volna bármi, ami örökkétig való atommagban, részben. Ez a mi nagy létszegénységünk, a vérrel, hússal sem törleszthető adó. Töredék, nem tudtam, hogy a szerelem hegyes késsikoltás, nem tudtam, hogy a szerelem a nem tudás fája, nem tudtam, hogy aki szeret, ágyékát elárulja, nem tudtam, hogy a vérgyönyör az öröklét ágya. Nem tudtam, hogy csókba forni, áldásba font agyrém. Nem tudtam, hogy a szerelem némulás bérence. De ki tudna lélegezni bujaság köntöse nélkül? Nap őrülettől megvakulni, éjféli fekete villámban. Az ige. Fejem fölött a mohó felhők délkelet kékségébe rohannak. Dühükből tudom, hamarosan nehéz sárkány eső zuhoghat. Mégsem menekülök rögtön előlük üvegszebű szobám védelmébe. Elászhat az is, ki ilyetten óvatos, az is, kinek nevetés van kedvére. Hosszú éltem, te tanúsíthatod, hogy én mindig is ekként szoktam szembeszegülni szuronyos bajaimmal az elfutó vagy hosszú viharokban. Pedig inkább féltem, mint úri hősként rárácsaptam sorsom veszélytőire, így lettem inkább bátor gyáva, töprenkedő, mint a háborúzás híve. Létem kész, tájképe itt lobog, talán már túl sok verses kötetemben. De ennyit követelt újra meg újra a sejtjeimbe beleégett lehetetlen,
míg körbefogtak a lélektani árnyak, hiszen megőrül a szerelmetes költő, kinek éjjel is égboltjára süt az ige, a múzsáknál is bujábban követelődző. Hallhatnak pár népdalföldolgozást. Az előbbi kettő ugye nagyon ismert volt, Kiskacsa fürdik, a második a Körösfői kertek alatt, és most kett csinálónak szeretnék felolvasni egy boros nótát. Adott Isten szekeret, szekeremnek kereket, poharamnak feneket, abból iszom eleget. Az orvos is megmondta, vizet ne igyak sokat, mert a vízben béka van, életemnek vége van. Thank you.
Azért vagyok nagyon hálás, hogy ezeket a dalokat hallhattuk, ezeket a dallamokat hallhattuk, mert éppen erről szeretnék beszélni. Ez pontosan illik arra, ami az én fejemben is megfogalmazott Torna József további műveiről. Hát Istenem, hát a Bartóki modell, hát ezzel kellett volna kezdeni. Hát volt egy nagy csapat annak idején. Már említettem a nevüket, de csak az írókét és a költőkét. Juhász Ferenc, Nagy László, Kormos István. És akkor tegyük mellé, kicsit későbbről, Sára Sándort, Kósa Ferenc filmrendezőt, és még ugye korábbról Kondor Bélát is. És volt egy nagy álmuk. Beteljesíteni a Németh Lászlótól megfogalmazott Bartóki modellt, irodalmi Bartóki modellt, ami természetesen már jóval korábban megjelent az irodalomban, mint Bartók zeneművészete, csak van olyan helyzet, amikor az egyik művészetnek az induló törekvéseit valami másik zsenialitás fogja beteljesíteni. És az, aki ennek az egésznek végül, Csóri Sándort se hagyjuk ki, mert ő volt az, aki egy több eszében ennek aztán megírta a foglalatát, hogy miről is van szó. Hát arról van szó, hogy a magyar népdalban, különösen az ősi népdalokban, népballadákban megtaláljuk a szürrealizmusnak, a szimbolizmusnak, az avantgárdnak, a posztmodernet, azt nem mondom, majd azt ők megtalálják, a kezdeti csíráit, ugye? Dunának feneke, koporsóm feneke. Dunának két széle, koporsóm két széle. Dunának habjai, az én szemfödelem. Dunának halai, koporsóm szögei. Ez egy magyar népballada és egy szürrealista vers. De lehetne még sokat idézni. Valaki jár a kertembe, fekete galamb képibe, töri virágomnak színét, rozmaringomnak elejét. Hát a parasztháznak a virágos kert, az megmutatta, hogy milyen lélekkel, kik laknak ott. Ez a fekete galamb valami gyász odaszáll és szétzúzza a nyugalmamat. Gyönyörű képes beszéd. Torna József az egyetlen még élő költő, aki ezt a Bartóki modellt a maga teljes tehetségéből folytatja. De még inkább kitágítja, mint amire még Nagy Lászlóék láttak. Nagy Lászlóék láttak a bolgárokig, a délszlávokig. És sőt, Nagy László a spanyol költészetig ismert, ott ugye García Lorcát ismerte is, az onnan bejövő andaluz népdalt is beépítette. De kitágult a világ. És Torna Józsefnek van egy műfordítás kötete, amiről eddig nem tettem említést, ez pedig a Boldog látomások. Ez a világ törzsi költészete. A világ törzsi költészete, vagyis az az eleven anyag, amit mi ugye a népköltészetünkben, meg a folklórban találunk meg, de az ott még eleven primitív költészetnek is lehet nevezni. De hadd mondjam el azt, hogy amikor Torna József erre vállalkozik, ez egy óriási dolog, hogy a magyar nyelvre ezeket lefordítja, és behozza a pigmeuszoknak, az eszkimóknak, különböző ausztrál törzseknek a törzsi költészetét, a szerelmi költészetét, a gyászénekeit, a fájdalmait és örömeit. Ez világirodalmi rangú dolog. Tudnélik, Octavio Paz, Nobel-díjas költő írta azt, hogy a legszebb vers, amit életemben hallottam, egy írástudatlan népnek, a pigmeuszoknak egy gyászéneke. Na most itt ér össze a magyar folklór, az egyetemes folklór, Torna József elméjében, de hogyan? Ahogyan az imént mondtam, ott van benne a legmélyebb és legtágabb filozófia ismeret, óriási olvasottság és nyelvtudás, és ezzel együtt teremt magyarul virágzó fát. És pillancsunk bele csak egy picit az elhangzott versekbe. Hát mindjárt az első az ének, az és a semmi, és a semmitől is félek. És a semmi egy olyan motívum, amely a többi verseiben is megjelenik itt, nagyon sok helyen. Hogyan kerülünk a semmi mögé? Mi az a semmi? Ugye vörös, fenn egy nagy semmi, lenne egy nagy semmi, közte a kusza eleven semmi. Itt Kosztolányinak, az idősebb Kosztolányinak, bár Kosztolány nem volt idős, mikor meghalt, a Kései Kosztolányinak, ugye folyamatosan az a sora jutott Torna József verseiről eszembe, hogy egy nagy és ismeretlen úrnak vendége voltam. De hát népdalként kezdődik. Én Istenem, minek élek, ha semmitől is félek, száraz levél megzőrenik, bennem a vér meghidegszik. A kínzó oszlop, amit hallhattunk, ott van benne a
Nietzsével szemben gondolkodó. Egyébként írt egy másik kötetében egy ilyen verset, hogy Nietzsche ellen. Hogy mitől lett a zöld fa a kínzó oszlopunk? A lét szegénységünk. Mert hogy tudattal rendelkezünk, az állatnak nincs jövőtudata meg haláltudata. Ennyivel könnyebb. És mit mondott a szerelemről a töredék? Hát benne van ebben mindaz, amit elmondott Catullus, gyűlölök és szeretek, elmondott Radnóti, hogy sár és gyűlölet van minden igazi szerelem alján, az ambivalens érzelmek adi, egymás húsába beletépünk. Tornai Józsefnek ez az egyetlen verse a töredéknek adja, a töredék címet ad, érintőket húz a szerelem érzéséhez, hogy hogyan valósulhatott meg ez a történelemben. Nézzük, ha összeszedjük, hogy mit nevez. A szerelem sikoltás, nem tudás, árulás, öröklét, agyrém, némulás, de a befejezés mégiscsak az, hogy na de hát mégiscsak ez a legszebb az életünkben. Ki tudna enélkül élni? Hasonló módon rejt magába magyar költészettörténeti örökséget az Ige című költeménye is. Hát csak az öreg aranyra gondoljunk, a kapcsos könyves öreg aranyra, aki a 70-et se élte meg egyébként, a Tölgyek alatt című versére, meg az epilógusra, amikor itt elhangzottak, hogy hosszú éltem, te tanúsíthatod, hogy én mindig is eként szoktam szembeszegülni szuronyos bajaimmal az elfutó vagy hosszú viharokban. Pedig inkább féltem, mint úri hősként rárácsaptam sorsom veszélytőire. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. És akkor még, mivel menjünk egy picikét elébe is a rövidesen elhangzó verseknek, az Azt álmodtam című versében benne van mindaz, nagyon röviden és tömören, amit megpróbáltam itt vázolni a primitív költészetről. A primitív költészetek egyes elemeit a magyar lírában, a magyar költészetben már elkezdte egyébként Radnóti Miklós, de Oravec Imrének ezek a hopi versei jelentenek hasonló struktúrát. Egy taxonómia, egy felsorolás található ebben a versben, majd meghallgatjuk egy variáció, az ér belépett a tóba, és azt gondolta, ő a tó belépett a tengerbe, és azt gondolta, tehát így lépkednek tovább, de ezt majd hallani fogjuk. A Mesterséges Intelligencia című verse, hát az elgépiesedésről, a század emberének a természettől való eltávolodásáról szól. Rettenetes, milyen következményei vannak, ezt Tornai nem írja le. De az, hogy az általános iskolás korúakhoz a magas vérnyomás, a cukorbetegség és egyéb betegségek már levonultak, az mind ennek a következménye, és a szimulakrum, a csinált lény ellen beszél. Menjünk vissza, próbáljunk visszamenni a természetbe. Az idő kapuja az Isten és az ördög problémáját veti fel majd ismét. A semmi, ami voltál, mint a semmi, ami voltál, pedig Kosztolányinak felébresztette bennem az Ének a semmiről című költeményét, hogy annál mi van a semmi ősebb, még én nekem is ismerősebb, mert ez az élet merősebb. A magyarul virágzó fa, amire még szeretnék kitérni röviden, a magyarul virágzó fának az első versszakára különösen, mert mégiscsak ez a kötet címadó vers. És akkor most gondoljunk vissza egy olyan költőre, arra a költőre, aki a legtöbbet emlegetett és szavalt magyar költő ma is. Akármilyen stílus irányzat jött, Kölcsey Ferencről van szó, és a himnuszról van szó. A magyarul virágzó fa első versszaka magába sűríti a magyar himnuszt, abba a 2-4-6 sorába. Így hangzik. Sors, majd meg fogjuk hallgatni rendes előadásban, itt csak úgy beleolvasok. Sors istenek, ti tudjátok, hogy építes István király törzsi részekből országot. Míg aztán a mongolkánok, s 150 évig a bégek ölték, rabolták a népet. Ott van benne az Isten, Isten áld meg a rabló mongol, a himnusz foglalata. És itt így is megjelenik a háttérben. Csak mondd magadban behunyt szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországa összeálltak. Aztán pedig szétestek. És itt
A második verszakban Tornai József tovább bírja a himnuszt, amit Kölcsey nem tudhatott, mert nem élte meg, hogy mi történik utánunk, és ezt nem olvasom föl, mert hallani fogjuk. Majd a nyugat és szomszéd héják megtépték a maradékát. És ebben is ott van, felrémlik egy óriási költészet, történeti háttér Illyésnek a koszorúja, és számos határon túli Trianon vers. Végezetül. Hadd kívánjak innen Tornai Józsefnek, tisztelt barátomnak jó egészséget, és hogy ez a fa teremjen még gyümölcsöt. Jó, de nagy képzavar lesz az ő tollán. De azt hiszem a világos a gondolatom. Az indián szeméből fürkésző és a teljesség felé nyilazó kíváncsiság az évtizedek szekérkerekein elgördült időben Tornai József tekintetéből nemhogy apadt volna, hanem emelkedett. Hiszen amikor hallgattuk ezeket a verseket, senkinek se az jutott eszébe, hogy egy 90 éves ember írta, hanem hogy mennyire friss és mennyire megérint bennünket, hogy igaz, itt van. Mint alkonyat felé a tengerszint, mint éjszakában a megnyílt ég távlata, olyan ez a szemlélet. Történelmi idejének sorvasztó jelenségei, az embert minőségében roncsoló erői, még öregségében is a szóval lázadás dacát korbácsolták fel benne, a műfajok sokaságában szóló művészi analízist és ítéletet. Tornai József életművének az archaikus értékekre hangoltság, a nemzet és Európa sorsának értelmezése mellett az egyik legnagyobb kihívása az ember két arca, a férfi és a nő, ez a legszebb két arca. Ám nem csupán a nő és a szerelem, az erotika villámlása vonza, az asszony alakján, ahogyan önmagán át is, ő megint csak a mindenséget fürkészi. És hasonló nyitottsággal integrálja magába az ember kulturális tradícióinak a világ távoli zugaiból, szögleteiből kiemelt örökségét, örökség darabjait is. Legyen az vallás, mítosz, mágia, rítus, verbális, vizuális vagy auditív folklór, a primitív művészet bármilyen töredéke. Az asszonyok, a kultúrák, a történelem és a történelem előtti idők emberre néző pillantásaiban, az örökké változóban forogva találja meg a legtisztábban önmagát. Tornai József máig nyugtalan. Ott van a három kötetes, sőt, összebben a negyedik is készen van, Csillaganyám, Csillagapám című versének ez a sora. Más szeretnék lenni. Nem ember akarok lenni. Csillaganyám, csillagapám, sívóföld szeretnék lenni. Más szeretnék lenni. Nem sívóföld szeretnék lenni. Megint a taxonómia, az archaikus hatás. Csillaganyám, csillagapám, szerelmes vér szeretnék lenni. Más szeretnék lenni. Nem szerelmes vér szeretnék lenni. Csillaganyám, csillagapám, keresztre alvadt igazság szeretnék lenni. Úgy gondolom, hogy életműve megvalósította ezt a kívánságát is, és kívánok neki innen további jó alkotóerőt. Köszönöm szépen a figyelmet. Mint a semmi, ami voltál. Kezdetben a lét aludt a létben. Az Isten az atommag részecskékben. A neutrinók sűrűsödni kezdtek, s esős földön a búza keresztek. És egymásra talált az idő, tér, bolygók keringtek, a nap addig sütött, míg legforróbb lett a többi csillag között. Galaktikákkal teltek meg a kozmoszok, a spórákból növény, rovar, állat, ember származott, tenger habzott, hegy tört föl, azonosság cikázott, és különbözés. Ezekből villámlott szét a vész. Élők s élettelenek közötti harc, véráradás, milliónyi kínhabarcs harsogott, ha följött, lement a hold, a nagy mindenség megvadult valahogy. A lét nem aludt, fölriadt a létben,
Isten így szólt, sugárzás helyett sötéten. Világ, összesűrítlek annál a pontnál is kisebbre, mint a semmi, ami voltál. A mesterséges intelligencia. Apátok, anyátok, nagyapátok, nagyanyátok, mi vagyunk. Nincsen ebben semmi átok. Mindig így kötődött össze a génekben a jelen és a múlt. Most azonban egészen más korszakok válthatják egymást. Agyunkat utánozza a mesterséges intelligencia. S ha nem is lesz mellőzhető az emberi értelem, koponyánkban a felsőbb tető ezt sejteti, ma a műanyag jövő, lehet az igazi fenn. Hogy megérti-e még másikát sejtrendszerünk, s a gép? Utat, módot keres még tovább, a villany hajtotta kerék. Miként segíthet mégis közelével egymáshoz ész és információ? Erre még elég lesz mai kábelével, ami holnapra jó. Én nem tudom, nem is ismerem, nem is merem dicsérni sorsotok, ha a hatalmat az éteren átveszik a nyüzsgő robotok. Hisz senki sem dönti el ma már, a föld terem vagy az ipar. Az ember atomerőt talál ott is, ahol nem akar. A nyelv, a könyv, a szellem közömbösen vesz körül. Mi véd az egyformaság ellen, ha az én helyén már csak néhány huzal ül? Ha a személyesség képét szerkezetek pótolhatják, mit jelenthet még az az érték, amit úgy hívtunk, szabadság? Nem tudom, meddig futunk el, veszett árnyékunk nyomán, s mindörökre búcsúznunk el mindentől, mi hagyomány. Új emberek, kit szerettek, ha csak műszerek gyanánt, s gyártmánymódra viselkedtek, talán mégis unokánk. Lehet még balszerencse és kór, nem sújtja nemzedéketek, mégis mit tanultok, és hol, ha elődök nem segítenek? A tudomány és költészet, tudom, más és más hű látomás. Nem is ugyanazon az úton termékenyíti a láz. De a kétség mindegyik célt a maga módján közelíti meg. Ezért a képzelet joga mindig ne némítsa rettenet. Amit sejtek, félve ér el, amit tudok, árny, s kevés. De az iszonyat ma éjjel meglátogatta álmom. És nem tudtam a sötéttel együtt, mi lehet világosság merész gondolat. És mi lesz, ha igaz gyanúm, hogy ezután magának igényel mindent a laboratórium. Azt álmodtam. Az ér belépett a tóba, és azt gondolta, ő tó. A tó belépett a tengerbe, és azt gondolta, ő az óceán. Az óceán belépett a világűrbe, és azt gondolta, ő a naprendszer. A naprendszer belépett a kozmoszba, és azt gondolta, ő a százezer galaktika. A költő belépett a halálba, és azt gondolta, ő a halhatatlanság. A semmi belépett a semmi elődbe, és azt gondolta, ő az Isten.
Az idők kapuja. Kezdetben Isten volt az ördög nevelője. Lázadt a sátán, és Isten messze fordult tőle. Ezért, testvérem ő, ezért fogom kezét, mikor a ravasz semmi csont csipkéje kísért. Szenvedünk mindnyájan, és Isten velünk szenved, mert a föld s az ember virága nem szent lett. Buddha mit is mondott? Árazd részvétedet, ez az igazi ösvény, tisztasághoz vezet. Szívemben a testvéristen mindig úgy villámlik, vad fényével eljuthatok az elragadtatásig. Magyarul virágzó fa. Sors istenek, ti tudjátok, hogy épített István király törzsi részekből országot, míg aztán a mongolkánok 150 évig a bégek ölték, rabolták a népet, majd nyugati szomszéd héják megtépték a maradékát. S most, 21. század, mire szánod a hazánkat? Régi erejét a szélvész megtépázta, mégis él és nő a honfoglalás óta a magyarul virágzó fa. Köszönjük szépen!